Sziasztok srácok, köszöntök benneteket egy újabb videóban. Ebben a videóban ilyen vlogos, ilyen napi beszámolós, ez ilyen videó lesz. Mindjárt mutatom, hogy milyen helyen vagyok. Elég faszántos helyen. Kijöttünk apámmal horgászni. És hát, ja. Először vagyok itt, szóval. Nagy fűzfák. Majd mindjárt mutatok a szépséget egy pillanat. Lássátok, srácok. Remélem, jó lehet látni. Rohadt nagy tó. Igen. Nagyon... Ja, mar is van. Hoppá. Lányatok. Azon ültem. Egy ilyen fák. Fak. Várjuk apámat, hogy visszajöjjön. Addig lemegyünk. Srácok. Kenyírba vágunk. Nézzétek. Ilyen kis, nem is tudjuk ez itt mi. Ilyen kis folyó vagy valami. Mindegy. Várjuk apámat, hogy visszajöjjön. Így megmutatom. Emelre is van. Nagyon tele van béka lencsébe. Lehet látni. Teli van. Nagyon szép nagy fűzfa. Ami itt látható. Meg nádasok. Majd mindegy majd, ha lesz micsoda. Majd szólok apámnak, hogy videózzam el-e. Azt akkor toljuk neki. Kicsit kiégette a nap. Nem baj, belefér. Nagyjából nem tudok mit mondani erről a túrónik. Belelók a pofámba. Anád. Majdnem olyan, mint az anyád, de anád. Hát fater még mindig nem jött. Mindegy. Addig is várjuk. Üremelemmel. Itt vannak a botok. Ott. Meg a kaja. Lássa a többi. Aztán, ja. Majd szerintem jelentkezek, ha lesz valami fogás, vagy valami. Addig is mutatok nektek egy pár szép képet a tóról. Na, jöhet a zseni is, hogy szállít. Srácok, egy gyors helyzetjelentés. Reggel óta, mióta kín vagyunk, nem fogtunk semmit. Szó szerint semmit. Kapás volt, ímmel-ámmal, de semmi nem volt. Szóval valószínűleg mindjárt megyünk haza, de nem biztos, még várunk egy kicsit.
az a baj, hogy most felerősödött a szél is, minden baj van, szóval... Ja, elég gáz. De majd, mielőtt indulunk haza, azelőtt majd jelentkezek, szóval addig is csöztök. Pappá! A srácok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel. Én Patrik voltam, sziasztok, és azért van ilyen nyomott fejem, mert kicsit pihentem. Szóval szarjátok le, mindegy. Csőztök.